Okay. Na, sziasztok! Hát mm, rakosgattam itt éppen össze a kanapémon a, a heti podcast anyagát, fókuszban. Ja, és uh, ugyanállam itt föl vagyok akasztva a bringák a, a falra, és így rájuk. néztem, és rájöttem, hogy egy ja, basszus, elég ritkán járok mostanában tekerni. De hogy egyébként nálam ez ilyen, hát az, ilyen, az éves menetrendben benne van, hogy télen nem nagyon szoktam bringázni. Úgyhogy most erről fogok dumálni, hogy mégis miért vagyok én inkább ilyen szezonális bringás. Kicsit szomorú egyébként, hogy egyébként, hogy, így télen ezt anyagolom, ezt a, ezt a sporttevékenységet, vagyis hát nem az, hogy anyagolom, de azért ö, sokkal kevesebbet járok ki tekerni, mint, ö, mint ö, a jobb időben. Nem tudom, valahogy nálam ez mindig így volt. Ugye én alapvetően, alapvetően mindig is, amikor még itthon voltam, még itthon éltem gyerekkoromban, meg meg hát mióta eljutottam Szegedre, ugye mindig is Montival jártam, szóval földutakon mászkáltam, nem, nem aszfalton, és ugye ez most is, most is így van, csak most már kicsit más fajta bringával. És ugye hát ez, ez, alap volt, hogy ezek az utak téren, ezek járhatatlanok. utak azok nem nagyon voltak még akkoriban itt a környéken, Úgyhogy, ja, nálam télen nem nagyon ment a tekerés, max. Itt a faluban mentem egy-két kört, vagy ilyesmi, de, de valahogy már akkor is úgy alakultak a dolgok, hogy télen nem nagyon ültem nyeregbe. Aztán ugye meglett a fix sim, amivel már lehet aszfalton is mászkálni, de valahogy ez sem, ez sem, ezzel sem ragadott meg ez az érzés, hogy most nekem nagyon ki kell mennem a hidegben tekerni. Nagyon jó egyébként így néha kimászkálni, de, de igen, tehát ilyen heti szinten többször biztos, hogy nem, nem szoktam, nem megyek ki télen. Valahogy nekem nem jön át ez a beöltözünk, mint az állat, és akkor még úgy is fújja az arcunkat a hideg szél. Lehet, hogy ez ilyen púder dolognak hangzik, de <laughs> valahogy én, én más, más szeretek csinálni a télen, és egyébként pont ezért is jött nagyon jól, amikor bejött az életembe a túrázás ugyanis a gyalogtúrázásnál viszont ugye, ez ugye a gyalogtúrázásnál ott télen ö, sem akadály ez, mert ott nem megyünk olyan tempóval, szóval nem fog csapni minket a hideg szél jobb esetben. Úgyhogy én télen inkább, inkább túrázni szeretek, és futni <laughs> érdekes módon. Ö, nekem a futás viszont ez pont az ellenkezője a bringázásnak. Tehát ö, tehát futni azt meg csak télen szoktam kb. Ugyanis akkor, mivel ugye nem tekerek, meg ugye nem túrázok, csak mit tudom én havonta kétszer, vagy egyszer, ezért ugye elég sok felesleges energiám van, amit le kell vezetni, és akkor szoktam kimenni futni. Úgyhogy nálam a, ez a téli szezon ez inkább a futás és a túrázás szezonja. Aztán van még másokkal is, hogy <laughs> nem szeretem a téli bringázást annyira, a, takarítás, a bringáknak a takarítása. Ugyanis ha, ha kimész télen, akkor biztos, hogy ha még aszfalton mész, akkor is valamennyire retkes lesz a bringa. És, és hát ez egy elég eléggé alapszabály, hogy a clean bike ez a fast bike. Hát ugye nem csak azért ö, mossuk a bringát, hogy gyors legyen, hanem azért is, hogy az életciklusát meghosszabbítsuk. Ugyanis hát nem tesz jót neki, hogyha állandóan ő rajta a koszmánt, hogy most nem a vázról beszélek, hanem a hajtásról ahol, aminek nagyon-nagyon nem használ, hogyha nincs rendesen letakarítva, meg bekendve valami kenőanyaga. Úgyhogy, ja, hogyha kimegyek télen tekerni, akkor ugye mindig az van, hogy hazaérek, és akkor tud az ember jó fáradt, leülne a melegbe, és akkor, ah, oh, basszus, még le kell mosni a bicajt. Ja, de hát mindegy, <laughs> ez is ilyen first world problem, most nem lenne muszáj lemosni, de én mindig szeretem tisztán tartani őket itt fönt a, a falon. Bár most a a rózsinak egy picit sáros a kereke. De csak egy kicsit, nem nagyon. <laughs> így meg éppen föl lehet rakni a falra. De ilyen, tehát hogyha a hajtás nagyon retkes, akkor így nem nem, 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 is hozom be a házba, mert hát össze is koszolja a lakást, az a másik dolog. De ja, nem, nem jó bringálnak, hogyha koszosan van lerakva, szóval szerintem ez egy jó tipp lehet, hogy, hogy aki télen bringázik, az mindenféleképpen takarítsa le a bringát, hogyha hazaér. Ja. És hogyha lemosod a hajtást is, akkor viszont nem árt újra is kenni, mert be tud rozsdásodni szépen, hogyha, hogyha nem mosunk róla mindent. Fölmerülhetne a kérdés, hogy miért nem görgőzök ilyenkor, ugyanis sok bringás a szezont azt úgy vészeli át ilyenkor, hogy van egy szabad görgője, vagy valamilyen bármilyen görgője, és akkor, és akkor fölteszi rá a bringát, és akkor mehet a menet. Nem tudom, nekem valahogy a bringázás mindig is arról szólt, hogy kimenjünk, és hogy odakint felfedezzünk. Nem, 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 nekem nem csak az a lényeg, hogy így, hogy így mozogjak és lefárasszam magam, hanem az, hogy kimenjek, nézelődjek, esetleg hogy mással bringázok, amikor ugye társaság életet élünk, beszélgetünk. De engem soha nem vonzott az, hogy letegyem a bringát itt a szobába, és akkor, és akkor tekerjek rajta akkor már inkább, hogyha ilyen nagyon mozgási hiányom van, akkor kimegyek, fölveszem a cipőmet, aztán kimegyek futni. Úgyhogy ez a görgözés nekem annyira nem jött így át, nem is volt még soha a görgőm, lehet, hogy ki kéne próbálni. Egyszer lehet, hogy ki fogom próbálni, de most nem nagyon akarok rá pénzt költeni. Úgyhogy, a, a görgözést ezt most hanyagolom. Sőt, a Gábor barátom a, a, nagy szabad görgős, neki egyébként van, van cikke is a sportoima.hu-n, azt majd berakom alulra a leírásból, olvassátok el. Ő a, ugye a ugye az a Decathlonnak a, a, a ilyen, ilyen, oldala, és akkor ott ő a szokott cikkeket írni, szóval nézzétek meg, vannak jó cikkei a srácnak. Próbáltam egyébként az ő görgőjét, egyébként nem is olyan egyszerű, nem is olyan egyszerű fönnmaradni rajta, mert ugye ez nem az a fajta, amit ami berakja az ember a bringa hátsó kerekét, és akkor, és akkor úgy megy, hanem simán gyakorlatilag két Két, 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 görgő, és akkor föl, fölállsz rá a bringával, és akkor, és akkor neked kell tartani az egyensúlyt, meg minden. Egyébként erről majd lehetne egy videót csinálni, ez, ez jó dolog, majd hát a Gábor. Gábornál egyszer ott leszek, akkor, akkor megengedő, hogy kipróbáljam, és videóra is vegyük a dolgot. <laughs> ja, úgyhogy nálam a bringázáshoz az, 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 ez így működik nagyjából mm, télen, lehet, hogy most ez egy kicsit így tényleg puhányságnak hangzik, de nem vagyok egy nagy, nagy téli bringás. Kérdés, hogy ti hogy vagytok vele, kíváncsi vagyok rá, mert azért remélhetőleg már ö, elég sok olyan ember is néz, aki nem csak gyalogtúr eszik, hanem teker is. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti hogy vagytok ezzel a téli szezonnal, ja és csekkoljátok le a az új, az új puszta podcast epizódot. A jobb felső sarokban találjátok a kattintani való linket hozzá. És akkor köszönjük, hogy megnéztétek és találkozunk a következő videóban. Száztok!